7 napja folyamatosan napi 10-20 kilométert gyalogolva gyűjti a nettó 250 ezer forintos minimálbér bevezetéséért az aláírásokat Székely Sándor. Az ISZON politikusa szerint özönlenek az aláírások a kezdeményezéshez. Székely Sándort kérdezzük. Aki túl már velem szemben, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! 60 napos gyalogtúra 40 fokban, mikor kezdte? Múlt hét kedden az utolsó parlamenti napon ugye még leszavaztam, és aztán utána el is indultunk. Hát jobb időt nem választhatott volna, körülbelül akkor indult ez a kánikula. Honnan jött ez az ötlet, hogy 60 napig gyalogoljon? Két oka van alapvetően ennek a gyaloglásnak. Az egyik az, hogy ugye ez az ország 30 évvel ezelőtt úgy döntött, hogy rendszert vált. Ugye felszámoltuk a nemzetközi hírű mezőgazdaságunkat, az iparunkat is adattuk, és ennek leginkább a vidék látta kárát. És az a vidék, akivel az elmúlt 30 évben nem nagyon foglalkoztak a politikusok, és én egy gesztust szeretnénk tenni azzal, hogy én és egyébként a pártársaim, hiszen Huszti Andrea elnökasszony is, meg Szanyi Tibor is, és Kállai Szilvi is, és nagyon sokan mások is, ugye azért jönnek velem időszakonként, mi elmegyünk ezekbe a kis falvakba, azért, hogy beszélgessünk velük, meghallgassuk a gondjaikat, és hogy elmondjuk, hogy egyébként vannak olyan emberek, akik számítanak rájuk. Ez az egyik. A másik, hogy megmutassuk azt, hogy mi egy elképesztően elszánt csapat vagyunk. Ugye itt olyan emberek vannak közöttünk, például az előbb említett Huszti Andrea, aki 20 évig volt ápolónő, vagy a Kállai Szilvia, az alelnökünk, aki egy takarítónőből lett tanárnő, és éppen most másoddiplomázik. És hogy azt akarjuk megmutatni, hogy mi ezt a 250 ezer forintos minimálbért ki fogjuk harcolni az embereknek. Hogy fogják? Természetesen az ő segítségük el, és hogy mi most azért trombitáljuk kvázi körbe egész Magyarországot, egyébként Budapesten meg minden nagyvárosban is gyűjtünk, de ugye a maga a túr az a kis falvakba megy, hogy összegyűjtjük az embereknek az aláírását, és elmondjuk nekik, hogy mi ezért ősszel, szeptember 11-én ugye el fogjuk mondani a munkás büszkeség napján, hogy hány aláírásunk van. Én szerintem nagyon sok százezer lesz. 250 ezer forintos. És mi utána a parlamentben ezt a dolgot el fogjuk kezdeni ütni, és utána a választásokon is azért fogunk indulni, és azért akarunk egy nagyon erős baloldali frakciót a magyar parlamentben, ki tudjuk harcolni azt, hogy itt Magyarországon 250 ezer forint legyen a minimálbér, 50 ezer forint legyen a családi pótlék, és hogy a nyugdíjakat is emeljék meg havonta 50 ezer forinttal. No, nemrégen azt mondta, hogy egyértelműen látszódik, hogy az ország 40%-a korszerűsített szocializmust akar. Ezt a Publikus mérte az ő felmérésükben volt. Milyen a korszerűsített szocializmus? Milyen az? Mire mondták az emberek azt, hogy azt akarnak? A korszerűsített szocializmusról mi beszélünk? És ugye mi arról beszélünk, hogy amiről tovább is mondtam, hogy az emberek biztonságban vannak. Tehát, hogyha elmegy dolgozni, akkor abból meg tud élni. Hogyha dolgozik, akkor neki lesz nyugdíja, lesz egészségügyi ellátása és lesz oktatási rendszere. De még amit el tudok mondani, hogy az fog vele történni, hogy a parlamentben nem történik olyan botrányos eset, hogy egyedül én szavazok nemmel egy olyan törvénnyel kapcsolatban, ami ugye kedden megesett, hogy ahol meg akartak bélyegezni, ezek is bélyegeztek nagyon sok embertársunkat, és ennek beláthatatlan következményei tudnak lenni. Tehát mi azt gondoljuk, hogy ez a szocializmus, ahol mindenki, és a mindenki alatt mi mindenkit értünk, biztonságban és jólétben él. És mire szavazott nemmel? Ugye volt ez a nagyon kedves törvénye a Fidesz-KDNP-nek, ahol a pedofiliát és a LMBTQ embereket elkezdte összemosni. Ja, értem, most és ugye, azért a többi párt sem szavazta meg, ugye, csak hát, ő akkor csak, ott volt bent. Hát én ugye mentem egyedül, és én nem elszavaztam, és hát elég borzasztó érzés volt egyébként ott látni a Jobbikot, ugye a Mi Hazánkot és a Fideszt, amint megszavazták ezt a törvényt. No, a szocializmus lényege az én emlékeim szerint, hogy nem a magántulajdonra, magánérdekre teszik a hangsúlyt, hanem a társadalmi egyenlőségre, és az anyagi javakat igazságosan osztják el. Így ebben nagyon szépen hangzik. De megvalósították ezt bárhol a világon? Tehát van erre valami mintájuk, mert nekünk magyaroknak van, aki élt az előző rendszerben, azt tudja, és nagyon sokan köszönik szépen, de abból nem kérnek. Hát aki élt az előző rendszerben, az pontosan tudja, hogy mondjuk a fűtetlen barlangokból be lehet költözni panelházakba. Aki élt az előző rendszerben, az pontosan tudja, hogy ha dolgozik, akkor ő el fog tudni menni nyaralni, színházba, lesz neki egészségügyi ellátása. És hát természetesen az előző rendszer az nem a világ legjobbika, ezt mindannyian tudjuk. Én azt gondolom, hogy próbálkozások voltak, akár óriási hibák is voltak az előző rendszerben, de azt
ez az ország biztosan tudja, hogy ami most van, az egy sokkal bizonytalanabb lét, főleg ezekben a több mint 3000 olyan településünk van, ami 10.000 fő alatti, 3200 településünk van, ebből 3000 10.000 fő alatti, és ezekben a 3000 településekben biztosan tudják azt, hogy ők bizony sokkal nagyobb biztonságban és sokkal nagyobb jólétben éltek ebben az előző rendszerben. Tudván azt, ezt úgy mondom, hogy tudván azt, hogy nyilván itt volt egy orosz hadsereg, nyilván volt itt egy olyan dolog, amiket nyilvánvalóan nem akarunk, de maga az élet az sokkal normálisabb volt. Egyébként abban a rendszerben sem tudott mindenki elmenni színházba. Tehát ezt a melósok egy kicsit máshogy érzik. Csepelen is, tehát nem kell elmenni karancslapújtőre, ezt Csepelen a munkások is elmondják, hogy bizony akkoriban pénteken el tudtak menni moziba, színházba, mert ez föl sem merül egy négytalú családban. Akkoriban nem voltak hatalmas magánvagyonok, most vannak. Mit kezdenének akkor azzal? Elvennék ezeket? Vagy hozzá nyúlnának ezekhez a magánvagyonokhoz? Nézze, én azt mondom, hogy ezeket egészen át kell alakítani. Tehát ugye ami most van... Ugye a magánvagyonokat? Máshova kell helyezni a hangsúlyt. Én nem tudom, hogy hozzá lehet-e nyúlni magánvagyonokhoz, nekünk ez nem célunk, nem erről beszélünk. Mi arról beszélünk, hogy sokkal igazságosabb az, hogyha mondjuk nem 1000 ember kezébe van, vagy 500 ember kezébe van a magyar földnek a fele kétharmada, hanem mondjuk közösségi tulajdonban, ahogy egyébként azt a fejlett nyugaton, Hollandiában, de akkor elvennék bárhol máshol az 1000 embertől. Attól el kell venni, az a magántulajdona azt megvette. Nem szeretnénk elvenni senkitől semmit, de például pontosan tudjuk, hogy mondjuk Szabolcsban a rengeteg sok kis falu van, és ugye ők visszakapták a földjeiket. Pár száz, pár faluban működik szövetkezet, ott jól élnek az emberek, ott meg tudnak élni belőle, ott működik, közösen dolgoznak, nem kell 100 traktor, hanem mondjuk csak 2 traktor kell, de ugyanannyit tudnak termelni, nyilván jobban is tudják értékesíteni. De ahol nincsen szövetkezet, és mindenki maga icipici telkén, vagy nem is olyan kicsi telkén, de saját traktorral egyedül küszködik, annak bizony nem megy. És ott probléma van. És mi azt mondjuk, hogy mennyivel sokkal hatásosabb, hatékonyabb szövetkezetekben dolgozni például vidéken, mint latifundiumokra elmenni kapálni esetleg. Utolsó kérdés, mert lejárt az időnk, hány aláírásnál tartanak? Ugye azt mondja, hogy özöllenek. Igen. Aláírás. Jelen pillanatban ugye online is gyűjtjük, ugye az iszon.hu-n lehet aláírni, és egyébként az egész országban. Most egy olyan, hát most nem tudok pontos adatokat mondani, egy 80-100 aláírásnál tartunk jelenleg, és hát most még van... 80-100 ezer? És szeptemberig akarják. Szeptember 11-ig fogjuk gyűjteni, tehát én azt gondolom, hogy nagyon sok aláírás fog összegyűjni. Meg lehet. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is nagyon szépen köszönöm.